Takács Botond Zuárd az év első cegléri babája, a kisfiú és az édesanyja is jól vannak, hamarosan hazamehetnek családjukhoz. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, változás a sürgősségi osztályon. Rengeteg a kóbor ebb, az elmúlt hónapban majd 40 kutyát fogtak be. És bezár a jégpálya, vasárnapig lehet még korcsolyázni. Jó estét kívánok! Önök a Ceglédi Városi Televízió pénteki híradóját látják. Kisfiú az év első ceglédi babája, Takács Botond Zoárd január 1-én 4 óra 15 perckor egészségesen jött a világra. A picit már nagyon várja haza az apukája, ha minden jól megy, napokon belül hazamehetnek otthonukba. Takács Botond Zoárd január 1-én hajnalban jött a világra, így ő lett az év első ceglédi babája. A tápiószőlősi anyukának, Borsos Bettinának Botond az első gyermeke. A szülésnél minden rendben volt, mindketten jól vannak. 11 órakor kezdődtek este a fájások, és akkor 1 órára beértünk a kórházba, és 4 óra 15 percre meg is lett, szóval viszonylag könnyű volt így első baba. A tapasztalatok azt mutatják, hogy Botond igazán nyugodt és kiegyensúlyozott baba, mondta az anyuka, aki a névválasztásról is beszélt. Igazából mindenképpen két nevet szerettünk volna, és a másodikat azt ilyen különlegesnek, és az apuka ezt választotta. Takács Botond Zoárd 2019. január 1-én 4 óra 15 perckor született meg, 3400 grammal és 51 centiméterrel. Bettit és kisfiát már mindenki nagyon hazavárja. Ha a napokban minden rendben lesz, hamarosan hazaengedik őket. Január 1-től megváltozott a sürgősségi ellátás rendszere. A betegeket egy szakképzett nővér az ellátás sürgőssége szerint osztályozza. A páciens papírján 1-től 5-ig terjedő skálán tüntetik fel, hogy mennyire sürgős az ellátása. Ha valaki 1-es besorolást kap, akkor azonnal el kell látni. Ha 5-ös szerepel a lapján, akkor akár órákra elhalaszthatják a vizsgálatot. Az új rendszertől azt várják, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá váljon a sürgősségi ellátás. Ma délután is tele volt a várótér betegekkel a Toldi Kórház sürgősségi osztályán. Voltak, akiket a mentő hozott be, míg mások saját maguk érkeztek. Mindenki már az új rendszer szerint kapott ellátást. Január 1-től az egész országban bevezették az úgynevezett triázs rendszert, ami azt jelenti, hogy a betegfelvételi pultnál minden pacienst azonnal 1-től 5-ig terjedő skálán sorolnak be. Speciálisan képzett nővérekkel fognak találkozni, akiket besorolják a kategóriába. Ezekből a kategóriákból későbbre tenni nem lehet, a kategóriákat meg kell tartani. Az előfordulhat, hogy följebbi osztályba kerül valaki, de az, hogy lejjebb, gyakorlatilag nem nagyon, egyáltalán nem. A beteg adatlapján külön színnel jelzik, hogy melyik csoportba tartozik. A kategóriákhoz tartozó tájékoztatót a várótér falán helyezték el. Akit például az első két kategóriába sorol a nővér, annak azonnali ellátást kell kapnia. A többi kategóriák esetében azonban halasztható, akár néhány órára is a vizsgálat. Azok a betegek, akik viszonylag súlyosabb állapotban vannak, azoknál sokkal gyorsabb lesz az ellátás. Éppen azért vezették be ezt a rendszert. Azok a betegek viszont, akiknek több hetes vagy hónapos panaszaik vannak, és kvázi nem is a sürgősségi osztályon kerülne ellátásra az ő esetük, azok meg valószínűleg hátrább fognak emiatt kerülni, azért, mert nem a megjelenés ideje határozza meg az ellátás idejét, hanem a súlyossági állapot. Mindenki kap tehát orvosi ellátást, az viszont, hogy előbb vagy később az állapota határozza meg. Az új rendszer bevezetésétől azt várják, hogy gyorsabb és biztonságosabb legyen a sürgősségi ellátás. Az úgynevezett triázs rendszer egyébként nem újdonság Magyarországon. Az EGRI kórházban már évek óta sikeresen működik. Több az autósokat érintő változás is életbe lépett. Módosultak az útdíjszabályok, gyorsabb lesz a kárrendezés, és ingyen lekérdezhetőek lesznek a megvásárolni kívánt autók adatai. Rövid híreink következnek.
A belügyminisztérium egyesítette a különböző hivatalok gépjármű nyilvántartási adatait. Rendszám alapján megtudhatóak az autó műszaki adatai, például a kilométer óra állása, a jármű baleseti előélete, és elérhető az eredetiség vizsgálaton készült fénykép is. A rendszert az ügyfélkapun keresztül bárki a jogcím igazolása és mennyiségi korlátozás nélkül igénybe veheti. Mobilapp segítségével intézhetik kárbejelentésüket a balesetet szenvedett autósok. E-kárbejelentő néven érhető el az applikáció. Digitalizálták a magyar biztosítók a közúti baleseteknél használatos kék-sárga bejelentő nyomtatványt, ez érhető el az alkalmazáson keresztül. Változott a pótkocsikra és a pótdíj befizetésre vonatkozó szabályozás. A D2 és B2 kategóriába tartozó járművekre 2019-től a pótkocsikra érvényes jogosultságot is meg lehet vásárolni, vagyis az UDI kategóriájú E-matrica birtokában bármilyen vontatmánnyal lehet közlekedni. Hatáskör hiánya miatt a kérelmet visszautasítják, így fogalmazott a rendőrség a kétfarkú kutyapárt bejelentésére, miszerint szórólapozást és aláírásgyűjtést terveznek szombatra. A kétfarkú kutyapárt internetes portálokon, közösségi oldalakon úgy fogalmazott, megtiltotta a szombati tüntetést Cegléden a rendőrség. A rendőrség indoklása szerint azonban ez a rendezvény nem tartozik a gyülekezési törvény hatája alá, vagyis ők nem illetékesek elbírálni a kérelmet. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt január 1-én az erre szolgáló adatlapon tett bejelentést a rendőrségen, hogy a párt népszerűsítését, szórólapozást, aláírásgyűjtést szervez január 5-én szombaton 17 óra 30 perctől. A bejelentésre azt a választ kapták a rendőrségtől, hogy hatáskör hiányában a kérelmet visszautasítják. A végzés úgy fogalmaz, a bejelentésből megállapítható, hogy a bejelentő, illetve az általa képviselt szervezet szórólapozást, aláírásgyűjtést tart a megadott helyszínen. A rendezvény a párt programjának népszerűsítésére szolgáló szórólapozásra és aláírásgyűjtésre irányul, mely összességében értékelve nem fedi a GTV második paragrafusának egyes bekezdését. Ezért figyelemmel a bejelentés tartalmára, a rendelkezésre álló információkra, a hatályos jogszabályi rendelkezésekre, a hatóság álláspontja szerint ez a rendezvény nem tartozik a gyülekezési jogról szóló törvény hatája alá, így annak elbírálására a rendőrségnek nincs hatásköre. A párt több internetes fórumon is azt jelezte, fellebbez a döntés ellen. Megkerestük a Pest megyei rendőrfőkapitányságot is, adásunkig nem érkezett válasz. Ismeretlen nő próbál pénzt kicsalni emberekből egy beteg kislányra hivatkozva. Nagy Regina leukémiában szenved, számára volt és jelenlegi iskolája korábban már szervezett hangversenyt, ám erről természetesen az édesanyja tudott. Most azonban arról kapott tájékoztatást, hogy egy hölgy beteg gyermekére hivatkozva pénzadományért lakótelepi lakásokat járva gyűjt. A nő a Kossuth-Ferenc utcai lakótelepen tűnt fel. Információk szerint az egyik ott lakó felszólította, hogy igazolja magát és a gyűjtés valódiságát. Ezt igazolni nem tudta, és az ott lakó hölgy elzavarta. Az édesanyja közleményben tudatja, hogy minden esetben, ha valódi jótékonysági rendezvényről, bármilyen megmozdulásról információjuk van, azt a hivatalos Facebook oldalon közzéteszik. Majd 40 kutyát fogtak be decemberben és szilveszterkor Cegléden, és csak kettőben találtak csippet, mondta a helyi állatmenhely vezetője Soltész Lászlóné. De ebben az időszakban ennél jóval több kutya szökött el otthonról. A házi kedvencek még azóta sem kerültek elő. Idősebb és fiatalabb kutyák, fekete, fehér, zsemle színű, de akadnak foltosak is. A ceglédi állatmenhelyen ismét telt ház van, mondta a vezető Soltész Lászlóné. A menhelyre összesen 37 kutya került be az utcáról az elmúlt hónapban, és csak kettőben volt csip. Kettőt vitt haza a gazdája, a többi itt van. Már szilveszter előtt, már karácsonykor elkezdték a petárdázást, és több kutya így elszökött. Nagyon sok kutya még azóta se került haza itt Cegléden is, de ez országos viszonylatban is így van. Volt olyan, hál' Istennek, hogy ez a Facebook nagyon sokat segít abba, hogy a kutya haza kerüljön, mert ugye mindig van valaki, aki lefényképezi, hogy látja a kutyánkat, és akkor így haza kerül sokszor a gazdájához. Országosan 837 kóbor és szökött kutyáról érkezett bejelentés, ebből pedig csak 287 ebb került haza, mondta Soltész Lászlóné. 22 az életét vesztette
szilveszter éjjelén. És 55 kutya még nem került haza. De ez egy statisztika csak. Ez szerintem ennek a dupláját is lehet venni, mert nem hiszem, hogy minden kutyát bejelentenek azon a számon. És mi se jelentettük be, hogy annyit Ceglédről hány veszett el, meg hány van még kint. Tehát rengeteg kutya szaladgál kint. Ahhoz, hogy megelőzzük a bajt, figyeljünk jobban kedvenceinkre. Erősítsük meg kerítésünket, valamint a tűzijátékozást engedélyező időszakban vigyük bezárt helyre házi állatainkat, hangsúlyozta a menhely vezetője. Növényi hulladék és szemét égett csütörtökön délután Abonyban, a Battyányi Lajos utcában. A tűz nem veszélyeztetett emberi életet, a ceglédi tűzoltók oltották el a lángokat. Hogy mi okozta a tűzesetet, még vizsgálják. Csütörtökön délután riasztották a ceglédi tűzoltókat Abonyba, ahol növényi hulladék és szemét égette a Battyányi Lajos utcában. A szakemberek eloltották a lángokat és átvizsgálták a 25 négyzetméternyi területet. A tűz nem veszélyeztetett emberi életet, hogy miért csaptak fel a lángok, még nem tudni. A tűzoltóknak szerte az országban sok dolguk volt a két ünnep között és január első napjaiban is. Számos karácsonyfa tűzhöz riasztották őket, több helyen pedig házak tetőszerkezete égett. Volt olyan eset, amely emberéletet követelt. Budapesten január 1-én égett halálra saját házában egy 82 éves asszony. Az idei szezonban vasárnap korcsolyázhatnak utoljára a sporták szerelmesei Cegléden. A városban évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend az adventi időszak alatt működő jégpálya. Tavaly november 24-én nyitotta meg a kapuit az érdeklődők előtt a ceglédi jégpálya. Az árak nem változtak, a csoportok és a családok kedvezményt kapnak, és korcsolyát is lehet bérelni, valamint értékmegőrző is van. Az üzemeltető Ványi Zsolt elmondta, a jégpálya töretlen népszerűségnek örvend, sok ceglédi és környékbeli is használja a létesítményt. A jégkorcsolyapályát január 6-áig lehet használni, utána a következő adventi időszakig bezár a pálya. Így tehát, aki szeretne korcsolyázni, még vasárnapig megteheti. Ha még nincs más programjuk, használják ki az utolsó napokat, látogassanak el minél többen a jégpályára. Ezek voltak legfrissebb híreink, friss híradóval hétfőn is jelentkezünk, viszontlátásra!